Tisztelt partnereim! A Corteva Agriscience kollégáim és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket szezonnyitó online kertészeti konferenciánk nézői között. Én Rik István vagyok, a Corteva Agriscience magyarországi marketing vezetője. Köszönjük, hogy regisztráltak rendezvényünkre, és most bekapcsolódnak adásunkba. Mai programunk címe Fókuszban a kertészeti növények védelme. Ilyenkor télen új termékeinket, legújabb fejlesztésű hatóanyagainkat, készítményeinket bemutató rendezvény sorozaton személyes részvétellel szoktunk találkozni, de most a járványhelyzet miatt ezt nem tehetjük meg. Ezért virtuálisan itt a Corteva irodájában látjuk vendégül Önöket. E pillanatban itt ülünk a nagy tárgyalóban, plexifallal elválasztva, illetőleg 7-8 méter távolságban a másik helyszíntől, ahonnan előadóink meg fognak szólalni, de természetesen a járványhelyzetre való tekintettel lesz olyan előadó, aki külső helyszínről fogunk majd közvetíteni. Köszönjük, hogy bejelentkeztek, hamarosan kezdünk. Tisztelt partnereink! A Corteva Agriscience kollégáim és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket online kertészeti konferenciánkon. Én Rik István vagyok, a Corteva magyarországi marketing vezetője. Köszönjük, hogy regisztráltak rendezvényünkre és bejelentkeztek programunkba. Ilyenkor télen személyes részvétellel megrendezett különböző konferenciákon, szakmai találkozókon szoktuk ismertetni legújabb fejlesztésű hatóanyagainkat, új készítményeinket. Erre a jelenlegi járványhelyzetben sajnos nincs lehetőség, ezért most itt a Corteva irodájában virtuálisan látjuk vendégül Önöket. Plexifallal elválasztva, 7-8 méter távolságot tartva előadóinktól. De lesz néhány előadás, amelyet nem innen az irodából közvetítünk, hanem külső helyszínről. Mai programunk címe Fókuszban a kertészeti növények védelme. Kérem, tekintsék meg, hogyan készültünk programunkra. Tisztelt partnereink! Köszöntjük Önöket a Corteva Agriscience kertészeti online konferenciáján. Programunkban legújabb készítményeinkről, új fejlesztésű hatóanyagainkról fogunk beszámolni. Ennek a programnak a lényege az innováció, a legújabb készítmények bemutatása, amelyben szeretnénk ismertetni, hogy a kertészeti növények védelmére milyen új gombaölőszerekkel, vagy milyen új rovarölőszerekkel tudunk segítséget nyújtani a növények hatékony védelmére. Ebben a helyzetben most különösen fontos az innováció, a kutatásfejlesztés, amikor a különböző hatóanyag kivonások vagy új problémák megjelenése jelent kihívásokat a kertészeti növények védelmében. Az innováció mellett cégünk másik fontos célkitűzése a fenntarthatóság, a fenntartható fejlesztés a mezőgazdaságban. Kérem Borsos László, a Corteva ügyvezető igazgatóját, hogy tartsa meg előadását a 2030-ig szóló fenntarthatósági célkitűzéseinkről. Köszönöm szépen, István. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a bejelentkezőket, a résztvevőket. Nagyon sok új információt szeretnénk átadni Önöknek,
és természetesen ami fontos egy cég életében, nem csak a rövid távú célok, hanem hosszú távú célok meghatározása is, és ebből az alkalomból az idei nyáron, vagy a tavalyi nyarán, ugye 2020 nyarán a Corteva publikált egy 2030-ig tartó célkitűzést a fenntarthatóság támogatására, ami nagyon sok különböző programot ölel föl. Ez a programrendszer, amiről beszélünk, ugye több témakört is érint, több részlegről is beszélünk, tehát akár a gazdálkodókkal kapcsolatos, a termőfölddel kapcsolatos, vagy közösséggel kapcsolatos, vagy akár a saját működéssel kapcsolatos területek, és ezen belül is nagyon sok apróbb, kisebb küszöbök és kisebb célok is láthatók. Ugye világviszonylatban tettük meg ezeket a fenntarthatósági célkitűzéseinket, de természetesen Magyarországon is nagyon fontos lépéseket tudunk tenni, és hozzá tudunk járulni ehhez a célhoz, a magának a Cortevának és a gazdálkodásnak az elősegítésére is. Miről is beszélünk? Csak pár szót kihangsúlyozva és pár olyan tételt, ami érdekes lehet Magyarországon. Ugye bővebben a www.corteva.hu weboldalon, hogyha a keresőbe beírja valaki a fenntarthatóság szót, megtalálja ezt a publikációnkat, ott végig tudja olvasni az összes pontot. Itt talán kiemelnék egy-kettőt, ami fontos a mezőgazdasági területen, és természetesen ugye akár a kertészeti területen is. Miről is beszélünk? Ugye nagyon sok olyan témakörünk van, ami az üvegház hatást okozó gázkibocsátást csökkenti. Itt elsősorban ugye szántóföldről tudunk beszélni, a vízminőség szintén a szántóföldre koncentrál jobban, de természetesen akár már itt is lehet beszélni arról, hogy a kertészeti kultúráknál milyen technológiákkal lehet dolgozni, ahol segíthetünk abban, hogy a vízminőség megmaradjon, és minél tovább jó és egészséges vizet tudjunk az utókorra hagyni. Ugye a talajegészség megőrzésénél, ami fontos lesz a későbbiekben, nagyon sok olyan biotermékünk jön a következő évektől, akár 22-23-ról beszélünk, amelyek majd segítenek ebben a témakörben is. Jelenleg, ami fontos és ami talán a legaktuálisabb, itt a rezisztencia kezelés és a szermaradék határértékek engedélyek betartásának a környezete, és ez a hármas. Miről is beszéltünk, ugye a mai konferenciánkon nagyon sok olyan új termékről fogunk hallani, amelyek a legújabb regisztrációs feltételeknek megfelelő határértékekkel rendelkeznek, tehát az EU előírásainak, a legszigorúbb előírásainak megfelelő termékekről beszélünk, és ami még ennél is fontosabb, mindegyik termék új hatásmechanizmusú, új hatóanyaggal rendelkezik, ami a rezisztencia kezelés szempontjából azt hiszem, hogy elsődleges, hiszen nagyon sok olyan termék van már Magyarországon és a piacon, ami már több éve felhasználható. Ugye mindig fontos az, hogy legyen frissítés és legyen új termék, amivel ezeket a kialakulóban levő, vagy még nem kialakult, de megelőzhető rezisztenciákat kezeljük, akár kórokozók, vagy akár károkozók esetében. A másik újdonság, ami szintén ugye a Corteva életében egy új lehetőség, az AgroAssist, ami egy mobil applikáció. Ez elsősorban ugye szántóföldi kultúrákra kihegyezett applikáció, de nagyon hasznos lehet mindenki számára, aki a kertészetben is dolgozik, hiszen olyan csapadékadatokkal bírunk, hogy a 86 növényvédő állomás vagy meteorológiai állomásnak az adatait tudjuk rendelkezésre bocsájtani, amivel mindenki meg tudja nézni azt, hogy az ő területén hogyan is alakulnak a csapadékviszonyok. Itt historikus adatokról is beszélünk, tehát az elmúlt időszakok legkevesebb vagy legtöbb csapadékos évét is láthatják, és egy átlagos csapadékos évet, és ezzel párhuzamosan ugye lehet követni azt, hogy most per pillanat hol állunk, és az hogyan áll egy átlagos csapadékviszonyú évhez. Ez ugye egy kicsit előre mutathatja azt, hogy csapadékosabb évjáratra kell számítanunk, vagy szárazabbra,
Ugye ez elsősorban akár a szőlő vagy alma termesztésnél egy fontos lépés lehet arra, hogy milyen technológiákra készüljünk fel, és milyen újabb készítményeket alkalmazzunk, hogy megelőzzük a különböző gombabetegségeknek az előfordulását vagy megjelenését. Ugye mit kell most tenni az agroassziszttal? Az agroassziszt a régi verzióját le kell törölni az applikációról, akinek eddig fönt volt a mobil készülékén, akinek nem, ott ugye ő neki ezt nem kell, ő neki majd csak az újat kell. Tehát, hogyha letörli valaki ezt a régi applikációt a mobil készülékéről, akkor utána az újat, a Corteva AgroAssist applikációt rátölti a telefonjára, és ezt tudja használni a későbbiekben, akár App Store vagy Google Play-ből letölthető ez a kis applikációnk. Ami fontos ezzel a technológiával, hogy a régi használók, akiknek felhasználó neve és jelszava már volt az előző applikációhoz, ugyanazzal a jelszóval és felhasználó névvel ezt az új applikációt is tudják használni, tehát nem vesznek el azok az adatai, ami az előző applikációban voltak. Itt az újban pedig tovább tudja folytatni akár a naplózási adatokat, vagy akár a további kérdéseit, amiket feltesz a számunkra, vagy meg tudja nézni az értékesítő csapatainkat, és nagyon hasznos oldalakat is talál benne, akár például a Cortevának a legújabb Facebook weboldalát és Facebook oldalát is könnyen elérheti innen első körben, és utána ugye be tudja állítani, és ott tudja követni a cég információit, amiket mindenki rendelkezésére áll. Bocsát, én köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet, és a továbbiakban jó tanácskozást kívánok önöknek, és sok hasznos információt és eredményes gazdálkodást. Nagyon szépen köszönöm Borsos László ügyvezető igazgató úr nyitó előadását, amelyben ismertette a 2030-ig szóló fenntarthatósági célkitűzéseinket és megújuló mobil applikációnkat. Nem csak a mobil applikációnk újul meg, amelyet kérem, hogy töltsenek le és használják, mint egy digitális asszisztens szolgáltatást a jövőben, hanem megújuló portfóliónk is. Ha a gombaölő szereinkre nézünk, akkor a Zorvec termékcsalád megújulásáról, új termék megjelenéséről számolhatunk be. Ennek a terméknek a Zorvec Zelavin Bria volt az első tagja, amelyet tavaly az előző évben már néhányan kipróbáltak itt Magyarországon is, de hatalmas sikereket ért el különböző nagy szőlőtermesztő országokban, Franciaországban, Spanyolországban vagy Olaszországban is. A továbbiakban felkérjük Schmidt Ágnes növény- és talajvédelmi szakügyintézőt, a Heves megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának növény- és talajvédelmi osztályának szakügyintézőjét, hogy ismertesse ezt az új készítményet, és hogy milyen kísérleti tapasztalatok voltak ezzel Magyarországon. A szőlőperonaszpora nem egy új kórokozó Magyarországon, 141 éve jelent már meg, először Medgyesen 1880-ban írták le. Azóta is az egyik leglényegesebb kártevőnk, vagy kórokozónk. 80-100%-os lomb és fürtkár is kialakulhat járványos években, és az ellenevaló védekezés nélkül ma már elképzelhetetlen a szőlőnövényvédelme. De szerencsére ez nem minden évben fordul elő, csak járványos években. Mi kell ahhoz, hogy kialakuljon egy járvány? Kell, hogy jelen legyen a kórokozó, kell, hogy jelen legyen az érzékeny növény és a fertőzésre hajlamosító időjárás ebben azon időpontban. Ezért lényeges a kórokozó szempontjából például az áttelelés. A szőlőperonoszpora áttelelése az előző évben keletkezett lehullott levelekben óspórákkal történik. Az áttelelés feltétele az egyenletes, bőséges őszi-téli csapadék. Ezt az idézetet a Lehoczky Reinhardt Szőlővédelme című könyvéből vettem, ami 1968-ban jelent meg, és nincs semmi új a nap alatt. Érdemes ezt megjegyezni, hogy a talajműveléssel, fedéssel, nyitással, kapálással, mélyebben talajra kerülő óspórák feltehetően
Egy évig is megtartják a csirázó képességüket, de a talajszínén április-május hónapban a tartósabb másfél hónapos szárazság hatására elveszthetik azt. Miért lényeges ez? Összehasonlítottam ilyen járványos és kevésbé járványos éveket, konkrétan a 13-as, 14-es és a 19-es, 20-as évet, hogy mi volt bennük a hasonló. Gyakorlatilag ugyanaz a mintázat látható, csapadékos-e a tavasz, vagy nem. A járványos években mindig egy nagyon csapadékos tavasszal találkoztunk, és az előző évi esetleg teljesen gyenge peronoszpora fertőzés is nagyon kiválóan át tudott terelni. A szárazabb években, mint például a 2020-as, viszont nagyon száraz, extrém tavaszunk volt, ezért az áttelelés sérült, és ezért nem indult el korábban a szőlőperonoszpora fertőzése. Mik a környezeti feltételei egy fertőzésnek? Gyakorlatilag felírtam a minimum, optimum és maximum hőmérsékletet. A minimum hőmérséklet az általában azért nálunk adott Magyarországon a szőlőnek a fejlődési szakaszában, de például májusban 2019-ben volt olyan időjárás, hogy nem volt meg a minimum hőmérséklet a 10 Celsius fok, és ezért el sem tudott indulni a szőlőperonoszpora fejlődése, annak ellenére, hogy volt csapadék. És a fertőzéshez mindenképpen vízre vagy harmatra, tehát cseppfolyós vízre van szükség, és akkor alakul ki járvány, hogyha a május-június esős és az azt követő időjárás is. Összehasonlítottam az utóbbi 15 évet ebből a szempontból, hogy milyen a május-június időjárása, és valóban az átlagosnál jóval csapadékosabb években alakult csak peronoszpora járvány. Nálunk 2006-ban, 10-ben, 13-ban és 19-ben volt valóban nagy peronoszpora járvány. A lappangási időt csak egy gondolatmenetéig szeretném feltenni, mert nagyon gyakran elfelejtjük azt, hogy milyen nagy különbség van a szőlőperonoszpora levélfertőzés és a fürtfertőzés tüneteinek megjelenése között. Míg optimális hőmérsékleten a levélfertőzés 3-4 nap múlva meg is jelenhet, a fürtfertőzés gyakran 2 hét, 18 nap múlva jelenik csak meg. Tehát ezt is figyelembe kell vennünk, mikor azt mondjuk, hogy nem hatnak a növényvédőszerek. Ezzel a gondolattal nagyon sokszor találkozom, hogy hát csak levélen jelent meg, de hát a fürtöket megvédtem, és utána 2 hét múlva megjelennek a fürtünetek, és akkor nem hatottak a növényvédőszerek. Milyen érzékeny növény? A szőlőperonoszporára gyakorlatilag már egy 2-3 cm-nél nagyobb levél érzékeny, és utána egész életében érzékeny marad, még az öreg levelek is képesek megfertőződni, csak kicsit másként. A fürt meg gyakorlatilag a megjelenése utántól fürtzáródásig érzékeny a peronoszpora fertőzésre. Itt azért nagyon nagy különbség van a fajták között. Például egy merló még extrém későn is meg tud fertőződni, de egy korai fajta, például egy zenit, már borsonagyságú vagy jó állapot után nem nagyon. Összehasonlítottam a 2019-es és 20-as évben a tünetek első megjelenését. Tulajdonképpen csak 2 hét van e között a 2 időpont között, de ez mégis egy mérföldnyi távolság, mivel hogy 19-ben a tünetek megjelenésekor még virágzás volt, a szőlő legérzékenyebb fenológiai stádiuma, 2020-ban pedig már borsónagyságú bogyó állapot, és ez azt eredményezte, hogy a fürtökön meg se jelentek a szőlőperonoszpora tünetek. És az okozott kár, ez önmagáért beszél és látványos. Gyakorlatilag a kezeletlen területeken 19-ben teljes fürtkár volt, de egy kontakthatóanyagú készítmény sem tudta megvédeni a szőlőket. Ilyen volt a kezeletlen területünk például július közepén, és szokatlan tünetek is megjelentek. Ezt a fotót már kicsit meghervadt a szőlőlevél, amikor behoztam, de ilyet még nem láttam, és ezért gondoltam, hogy mindenképpen beleteszem ebbe az előadásba is. Itt a levél színén látható a szőlőperonoszpora kivirágzás, miközben a fonákán
szőlőnemezes gubacsatka kártétel van. Valószínűleg csak a levél színén voltak légzőnyílások, ahol ki tudott kijönni a sporangium. És szintén ritka, de a szakirodalom ismeri ezt a tünetet, hogy a hajtás is meg tud fertőződni szőlőperonoszporával. Mondjuk egy új telepítés esetén, mikor éppen fel akarjuk nevelni a hajtásokat, akkor ez elég nagy gondot okozhat, mert a felett a levő levél és hajtás elszáradhat. Védekezés a szőlőperonoszpora ellen, a kulcs mondat az, hogy jókor, jót és jól, mert egy nagyon fontos szerintem az, hogy mikor csináljuk, tehát az időzítés az kulcsfontosságú, és a szőlőperonoszpora elleni védelemben pont azért, mert ilyen gyors a kórokozó, hogy akár 3 napon belül megjelennek a tünetek, a megelőzés a megfelelő védekezés, és mindig az a leghatékonyabb. És nagyon fontos a megfelelő szerválasztás, és gondoljunk bele, hogy pont a legérzékenyebb fenológiai stádiumban, virágzás, kötődés környékén, meg előtte, mikor a levelek már érzékenyek, 1-2 hét alatt több métert is nőhet akár a szőlő, és a bogyó a kötődéstől eljut a borsónagyságú állapotig, tehát hatalmasat nő a felülete. Így más értelmezést nyer egy hatástartam. Nem várhatunk el például egy kontaktkészítménytől 2 hét hatást, míg mondjuk a fenológia második felében már az éréshez közeledve, akkor már nincs ilyen intenzív növekedés, akkor természetesen lehetnek ilyen hatások egy kontaktkészítménnyel is. Nagyon fontos szintén az esőállóság, hiszen a peronoszpora az esős időjárásban fog fertőzni, tehát a szereinknek ezt a szituációt kell bírnia. És fontos szerintem nem utolsó sorban a kijuttatás technológia, hogy oda jusson a készítmény, ahol a peronoszpora be tud hatolni, tehát levélfonákra, meg a fürtre. A Zorbek Zelavinnel a engedélyezési kísérleteket 6 éven keresztül végeztük itt Egerben, és utána egy demonstrációs kísérletet is csináltunk még 2017-ben. Az ábra alapján nem túl szerencsés időszakban a szőlőperonoszpora szempontjából, mivel csak egy járványos év esett bele ebbe az időszakba, és 5 évben csak késői lombfertőzés volt, de volt 2 évben fürtkár, tehát szerintem nagyon megbízhatóan meg tudtuk állapítani a készítmény hatékonyságát, ami gyakorlatilag 100%. Tehát demonstrációs kísérletről szeretnék bővebben beszámolni. Itt 3 növényvédelmi technológia volt beállítva, 2-ben szerepelt az Zorvec, és egy standard készítmény, vagy egy standard technológia volt, és volt természetesen kezeletlen, kis parcellán 4 ismétlésben. A permetezések mindegyik technológiában úgy történtek, hogy a virágzás kezdetétől kötődésig volt 2 zorvekes kezelés, illetve a standard technológiánál itt egy versenytárs készítmény volt, és előtte és utána is ugyanazzal a technológiával védekeztünk. A szőlőperonoszpora már az első zorvek kezelés időpontjában jelen volt, tehát levélen már megtaláltuk akkor az első tüneteket, és maga a járvány az csak a zorvekes kezelések után indult be valójában, és a tünetek akkor jelentek meg. Az eredmények önmagukért beszélnek, mindegyik készítménnyel nagyon hatékonyan tudtunk, vagy mindegyik technológiával nagyon hatékonyan tudtunk védekezni. Levélfertőzés gyakorlatilag 10% alatt maradt a gyakoriság, miközben a kezeletlenben ez majdnem elérte a 100%-ot. Különösen jelentős a nem permetezett új növekmény védelme. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a zöld munkák során a hajtás csúcsokat letetejezték, és amikor újra nőttek, akkor még mindig nagyon jó hatású volt a mindegyik technológiánk, holott közben nem permeteztünk olyannal, ami ezt a hajtás csúcsot védte volna. Ez azért is nagyon érdekes, mert alapvető fontosságú, hogy a szőlőlombja szüretig épp maradjon, és ki tudja nevelni a fürtöket, és meg tudja érlelni. Nagyon szép fotó a szőlőperonoszpóráról és a Zorbek Zelavin hatásáról.
június 21-én kötődés után, és milyen tapasztalataink vannak. Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon jók a tapasztalataink erről a készítményről, kiválóan védi a lombot, a nem permetezett új növekményt is, megbízhatóan védte a fürtöket, és nagyon hosszú a hatástartama, és nagyon jól beépíthető a szőlőnövényvédelmi technológiájába. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük Schmidt Ágnes előadását, a Zorvex Zelva Imbria kiváló hatékonyságát bemutató kísérletek összefoglalásáról, amelyben a szőlő peronoszpóra elleni kísérletek előző évek peronoszpóra járványairól számolt be. Ahogy már említettem, a Zorvex Zelva Imbriát néhányan kipróbálhatták már az előző évben Magyarországon. Kérem, tekintsék meg azt a videót, amelyet Dömsödön készítettünk, Jaksa Imre kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök számol be az Zorvex Zelva Imbria tapasztalatairól. Kunsági borvidéken vagyunk, Dömsödön. A borászati Kft. Területén 50 hektáron gazdálkodnak. A fajta összetételünk gyakorlatilag hagyományos fajták, olasz rizling, chardonnay, sauvignon. Ez hagyományos termesztésbe folyik. Bianca, cserszegi fűszeres, oletta, az pedig ökológiai gazdálkodásba folyik. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre új hatóanyag a peronoszpóra elleni védekezésbe. Itt jött a Zorvex Zelva Imbria, amit részben a Corteva képviselőjének ajánlására, és részben pedig utána néztem a Zorvex Zelva-nak a világba elhelyezkedéséről, és meglepve tapasztaltam azt, hogy Olaszországba, Franciaországba piacvezető, tehát úgy éreztem, hogyha a nagy bortermő vidékeken működik, akkor nálunk miért nem működne. Nagyon szépen blokkolta a peronoszpórát, ami meglévő volt, új peronoszpóra nem jött, és egy nagyon lényeges dolog, hogy a fiatal hajtásokon lévő primér fertőzés előjött, de nagyon szépen blokkolta. Párosított hatóanyaga, a folpet hatóanyag, ez gyakorlatilag nem csak a peronoszpóra, hanem a botrytis ellen is nagyon jó hatással van, aminek tudva levő, hogy az egyik legfontosabb védekezési időszak a virágzás, amikor komplexen kell védekeznünk. Peronoszpóra, lisztharmat, szürkerothadás ellen. Ezévi tapasztalataim alapján a jövőben tervezem az Zorvex Zelva Imbria használatát. Egészséges szőlő végeredménye, jó minőségű bor. A Zorvex Zelva Imbria kísérleti eredményei, valamint gyakorlati tapasztalatai is bizonyították a szőlő peronoszpóra elleni kiváló hatékonyságát. De hogy miért is ilyen jó ez a termék ezzel a kórokozó ellen, felkérem Bálint Sándort, cégünk fungicid és inszekticid termékmenedzserét, hogy ismertesse ennek a készítménynek a részleteit, tartsa meg előadását. A Corteva kutató munkájának egy újabb eredményével találkozhatunk, és van szerencsém önöknek ezt bemutatni. Ez nem más, mint a Zorvex nevű új hatóanyag, és az azt tartalmazó új gombaölőszer szőlő gombabetegségei elleni védelemben. A Zorvex új hatóanyag az újdonság több rétű. Először is az újdonság nagyságát azt gondolom elég jól érzékelteti, hogy ez az új hatóanyag egy teljesen új kémiai csoportot is alkot, és ennek első eleme a sokféle hatóanyag típus között. Az új hatóanyag nem csak kémiájában új, hanem hatásmódjában is. Ez az első és eddig egyetlen oxiszterol kötőfehérjét gátló hatásmechanizmusú hatóanyag, ami azt gondolom, hogy külön kiemelendő ebben a viszonylag hatóanyag szűkös világban. Ezáltal az új hatásmód révén
képesek vagyunk az új hatóanyagunkkal az eddig esetlegesen rezisztencia veszélyes helyeken rezisztencia törő megoldást kínálni a felhasználóinknak és vásárlóinknak. Az Orvec hatásmechanizmusa, ahogy említettem, teljesen egyedi. Az oxiszterol kötő fehérje kötődési helyét blokkolja, és specialitása abban rejlik, hogy ez a hatáshely egyedül a moszatgombák családjában található meg. Ezáltal egy kiváló és nagy erejű hatékonyságot képesek vagyunk adni a peronospora félék családjába tartozó többféle kórokozó ellen, jelesül a szőlőperonospora és a burgonya fitoftóra ellen. Ez a különleges hatásmód együtt jár azzal is, hogy a korszerű irányelveknek és elvárásoknak egyértelműen megfelel ez a hatóanyag, ugyanis nagyon alacsony a toxicitása a hatóanyagnak a nem célszervezetek irányába, tehát speciális célzott kezeléseket vagyunk képesek végrehajtani. Ezáltal egy rendkívül kedvező környezetvédelmi profil társul az Orvec, mint hatóanyaghoz és a belőle készült gombaölőszerekhez. Ez az új hatóanyag rendkívül hatékony, nagyon nagy erejű hatást fejt ki, óriási kis, nagyon-nagyon kis koncentrációban elvégzi az általunk elvárt gombaölő hatást, egy vagy akár két nagyságrenddel kisebb koncentráció elegendő a megfelelő hatékonysággal, összehasonlítva más eddig jól ismert hatóanyagok hatékonyságával. Ezt a hatást úgy a spóra csírázásra kifejti, mint a micélium növekedésre, tehát a hatás több rétű és több rétegű. Nagyon jó esőállósággal rendelkezik ez a hatóanyag, illetve a belőle készült termékek. A kipermetezés után egy órával a hatóanyagnak már 80-85%-a az esőtől védett helyen tartózkodik. Magyarul nagyon jó gyorsan beoldódik a növények felületét borító viaszos kutikula rétegbe, tehát a lemosástól már megvédtük a hatóanyagunkat. Emellett a mélyebb szövetrétegekbe is fokozatos a felszívódása, mint ahogy majd fogjuk látni a későbbiekben. A moszatgombák életciklusát több helyen blokkolja az új hatóanyagunk. Ezt most a szőlőperonospora életciklusán fogom bemutatni önöknek. Először is egy nagyon jó preventív hatása van az Orvec hatóanyagnak, ami abban nyilvánul meg, hogy meggátolja a fertőzést indító rajzóspórák csírázásának a folyamatát. Emellett egy nagyon lényeges, hogy kuratív hatással is rendelkezik, tehát a már megtörtént fertőzések korai szakaszában a gomba micélium növekedését hatékonyan képes gátolni. És emellett egy nagyon fontos sporulációgátló hatással is rendelkezik az Orvec, ami azt jelenti, hogy a már megtörtént, úgymond gyökeret vert kórokozók továbbterjedését vagyunk képesek hatékonyan megakadályozni az Orvec használatával. Mindazonáltal az összes ilyen Orvec hatóanyagot tartalmazó készítményünket rezisztencia kezelési okokból mindenképpen megelőző jelleggel javasoljuk kijuttatni és használni. Mindamellett, hogy nagyon sok helyen hat a gomba életciklusában ez a kiváló hatóanyag, fontos és nagyon-nagyon lényeges tulajdonsága, hogy felszívódik a növényi szervekbe, különböző növényi részekbe, és elszállítódik a felszívódás helyéről, tehát a nem permetezett területeket is képesek vagyunk védeni. Ezt egy kísérlet eredményével szeretném illusztrálni, ahol a levél felszínén a meghatározott és megjelölt körben kezelték Orvecekkel a szőlőlevelet, és a levél fonákát pedig mesterségesen megfertőzték a kutatók peronospórával. A látvány azt gondolom, hogy magáért beszél, a körrel jelzett területen volt a megjelölés, a bekezelése a levélnek a hatóanyaggal, és a növény fonákán, vagy a levél fonákán is kiváló védelmet adott az Orvec a peronospora fertőzése szemben. A nyilak mutatják a csúcsirányú terjedés irányát, tehát ez azt gondolom egy nagyon-nagyon fontos tényező a szőlő peronospor elleni védekezésében. Itt ezen a képsorozaton más hatóanyag kombinációkkal összehasonlítva láthatják az Orvec kiváló hatékonyságát, ami a szisztémikus tulajdonságából ered, tehát egyértelműen kiválóan tudja megvédeni a növényi részeket a peronospora fertőzéstől. Nem csak a levélen belül, vagy nem csak egy bizonyos növényi részen belül képes ezt a gátló hatást kifejteni. A szisztémikus tulajdonsága révén az újabb növekedésben, később létrejött növényi részekbe is eljut a hatóanyag, ezáltal a peronospora elleni védelmet ott is hatékonyan ki tudja fejteni. Ez a két ábra egy kísérletnek az eredményét mutatja, ahol direkt nedves kamrában és mesterséges fertőzési körülmények között vizsgálták a kutatók
az orvek új növényi részeket védő hatékonyságát, és kiváló eredmények születtek. Az orvek, mint új hatóanyag, nagyon fontos érték, azt gondolom nem csak a Corteva AgriScience számára, hanem a felhasználók számára is. Na, közös érdekünk, hogy minél tovább hatékonyan tudjuk használni, ezért a rezisztencia ellen minden eszközzel fel kell vennünk a harcot. Ennek érdekében az orvek hatóanyagunkat minden esetben teljesen más hatásmechanizmusú kombinációs partnerekkel hozzuk forgalomba, tehát sosem egyedül, vagy tankeverékben, vagy gyári keverékben fogjuk forgalomba hozni, és szigorúan meg van határozva a kezelések maximális száma. Ez szőlőben egy szezonban, egy adott területen kettő a maximális kezelésszám. Ezáltal szeretnénk elérni, hogy minél tovább rendelkezésünkre álljon ez a kiváló hatóanyag. A szőlővédelmi technológiának abban a részébe javasoljuk beilleszteni az orvek Zelavin Bria nevű készítményünket, amely pontosan a legfertőzés veszélyesebb és a legnagyobb károkozás veszélyt rejti magában. Ez konkrétan a virágzás időszaka, a terméskötődési stádiumig. Mindenki tudja, aki szőlővel foglalkozik, hogy itt egy belépő peronoszpora fertőzés direktben teljes termés megsemmisítő hatást tud létrehozni, de mi nagyon nagy bizalommal tekintünk a termék irányába, és önöknek is ezzel ajánljuk, mert biztosak vagyunk benne, hogy az orvek Zelavin Bria alkalmas erre a feladatra, főleg, hogyha megnézzük itt az összetételt, ami azt gondolom, hogy nagyon használhatóvá teszi ezt a készítményt. Ugyanis nem csak az orvek Zelavin termékben van ebben a csomagban, hanem emellé egy teljes dózisú folpet hatóanyag tartalmú készítményt is csomagoltunk. Ezáltal pontosan a technológiai ajánlások szerint nagyon jól időzítve tudjuk a virágzásba belepermetezni ezt a hatóanyag kombinációt, ezáltal egy teljes körű hatékonyságot tudunk nyújtani a peronoszpóra félék fertőzése ellen. Nagyon fontos, és ismét hangsúlyoznám, hogy két kezelés maximum egy évben, viszont nagyon jó a hatástartam, tehát egy 10-14 napos permetezési fordulóval kiválóan képesek vagyunk megvédeni a szőlőnket. Ezt nyilvánvalóan úgy kell beállítani a permetezési fordulót, hogy az adott évjáratban milyen fertőzési időjárási körülmények vannak éppen jelen az adott területen. Összefoglalásképpen szeretném újra kiemelni, hogy egy vadonatúj hatóanyagról beszélünk az orvek márkanév alatt, ami egy teljesen új hatásmechanizmussal dolgozik a peronoszpóra félék ellen. Ezáltal semmilyen keresztrezisztencia nem alakulhat ki, semmilyen külső körülmények hatására. Nagyon jó az esőállósága a terméknek. A kipermetezés után 20 perccel gyakorlatilag már teljes hatékonysággal számolhatunk. Tehát akár mekkora nagy zápor következik közvetlenül a permetezés után, akkor is fog működni, és felszívódó, szállítódó tulajdonsága révén nem csak a lepermetezett levelek hátoldalán is képes megvédeni a növényt, hanem az új növekménybe is elszállítódik, ami nagyon fontos abban az időszakban, amikor a szőlőnövény egy rendkívül dinamikus vegetatív növekedési fázisában van. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem sikeresen fogják a termékünket használni. Nagyon szépen köszönöm Bálint Sándor ismertetőjét az orvek Zelavin Bria hatékonyságáról, amelyben láthattuk mind a levél, mind az új növekmény, mind a fürt védelme nagy magas hatékonysággal, nagyon jó hatékonysággal megoldható. Láttunk már gyakorlati tapasztalatot Dömsödről, most nézzük meg egy másik borvidéken, milyen tapasztalatokat találhatunk. Látogassunk el tájára, a Rózsa Pincészet tulajdonosa, Rózsa Péter György számol be tapasztalatairól. Most a Tokaji borvidéken vagyunk, táján, a Nyerges dűlőbe. Jelenleg is itt tartózkodunk egy 2,5 hektáros területen. Mint növényvédelmi mérnök és szaktanácsadó használtuk ezt az Orvex Zelavin Bria nevezetű növényvédőszert, amit több partneremmel kipróbáltunk, nagyon nagy megelégedésünkre, ami igazából rögtön megfogta a képzelő erőmet, az, hogy egy teljesen új hatóanyag és teljesen új hatóanyag csoport. Ezáltal ugye nincs rezisztencia, keresztrezisztencia, a jelenleg forgalomban lévő hatóanyagokkal egyikkel sem
alakult ki ilyen rezisztencia, a másik pedig az, hogy kiváló az esőállósága. 20 perc múlva felszívódik, nem csak az epidermisbe, hanem a mélyebb rétegekbe, majd bekerül a xilénbe, és ezáltal újraeloszlással a friss, új hajtásokat is kiválóan védi. Kiválóan vizsgázott a termék, abszolút nem alakult ki peronszpóra, még tünetileg sem, nem csak hogy járvány nem alakult ki, még tüneteket sem találtunk az ültetvénybe, egyikbe sem, amelyiket kezeltük. Partnereim is használták, és ezek a partnerek is nagyon nagy megelégedettséggel beszéltek erről a készítményről. Mindenképpen szeretnénk az elkövetkezendőkben is alkalmazni az Orvex Elavin Bria nevű készítményt, kiváló hatással mind peronszpórától, mind szürkerothadástól. Meg kell említeni az egyszerű felhasználást, meg kell említeni a kiváló esőállóságot, meg kell említeni a rezisztencia és a keresztrezisztencia elleni kiváló hatását, illetve hogy nem alakulhat ki, hiszen két hatóanyag és két teljesen eltérő hatás mechanizmusú hatóanyagról beszélünk, és mindenképpen az egyszerű és felhasználó barát kezelhetőségét. Az előzőekben láthattuk, hogy az Orvex Elavin Bria más területen is bizonyította hatékonyságát a szőlő peronoszpóra ellen. De nézzük meg, hogy ugyanez a hatóanyag a kórokozóknak a családjába tartozó másik fontos problémát jelentő a burgonyavész ellen vajon milyen hatékonyságú készítménnyel tudunk jelentkezni. Egy új termék, az Orvex Endávia készítmény az, amiről szeretnénk beszámolni. Felkérem Boldizsár Zoltánt, cégünk gombaölőszer fejlesztési menedzserét, hogy ismertesse ezt a készítményünket. Ahogy már korábban is említettük, teljesen új hatásmechanizmusú új hatóanyag van a kezünkben, melynek segítségével a már korábban említett ómikóták ellen hatékonyan tudunk védekezni. Nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy a burgonyavész, melynek kórokozója a Phytophthora infestans, ő a kezelések ellenére is akár 10-20%-os terméskiesést tud okozni, azonban a kezeletlen területeken ez a kiesés alatt 80%-ot is elérheti, ezáltal fontos, hogy a legfontosabb, gazdaságilag legfontosabb kórokozóról beszélünk. Általában a burgonya sorok záródása után jelenik meg, hiszen ekkor vannak megfelelő körülmények a gomba felszaporodására, hiszen a korábban, amikor a sorok még nem záródnak össze, szellősebb a terület, ezáltal ugye nincsen elég magas páratartalom, illetve nedvesség a növény felületén. Alapvetően a tünetek elsősorban a levelek szélétől vizenyős foltok indulnak ki, amelyek besárgulnak, bebarnulnak, később pedig kiszáradnak, adott járványhelyzet esetén akár az egyik napról a másikra is szinte leforrázott növényállományok alakulhatnak ki. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a sporangiumok a levelekről lemosódhatnak a gumóra, és alapvetően maga a kórokozó nem csak a levélen keresztül, hanem a gumók lenti celláin keresztül is képes fertőzés okozására, és fontos megjegyeznünk, hogy az így megfertőződött gumók a tárolás során teljes mértékben elrothatnak, így további gazdasági károkat tudnak okozni a termelők részére. Az Orvex Endávia kettő hatóanyag tartalmú termék, így a két hatóanyag egymást erősítve hatékonyabb védelmet biztosít a kórokozó ellen. 30 g Zorvec, illetve 70 g bentilvalikar található a készítményben, mely kitűnően alkalmazható a burgonyavész mellett a hagymaperonoszpóra kezelésére is. Fontos megjegyeznünk, hogy a termékben található két hatóanyag két különböző hatásmechanizmussal működik. A termék egyik része, ahogy már korábban is beszéltük, egy oxiszterol kötő fehérje gátlásáért felel, a másik része pedig a bentilvalikar, meg gátolja a gombáknak a felszaporodását, ezen belül ugye a micélium növekedését, a sporangium csírázását, illetve gátolja az ómikótáknak a sporulációját is. Az alábbi képen szemmel látható a terméknek a hatékonysága.
két standard termékkel összehasonlítva egyértelműen látszódik az Orvec Endávia hatékonysága, és ahogy a képen látszódik, 10 napos fordulókkal alkalmazva is sokkal nagyobb hatékonysággal tudtuk a fertőzést korlátban tartani, sőt, a képen akár azt is megállapíthatjuk innen, hogy fertőzés szinte nem is alakult ki a kezelés hatására, még 10 napos fordulók esetén sem. A következő ábrán a Wagen hollandiai egyetem kutatása látható, melynek köszönhetően tökéletes módon láthatjuk azt, hogy a konkurens termékkel összehasonlítva a Zorvec Endávia 100%-osan meggátolta a fertőzés kialakulását, szemben a konkurens hatóanyaggal szemben, ahol magasabb kezelés hatására is egy alacsony mértékű ugyan, de kialakult a fertőzés. Technológiai javaslatunk a következő, hogy a burgonya vész elleni védekezést alapvetően preventív jelleggel kell végezni, és a fertőzési nyomástól függően 7-10 naponta kell megismételni, bár ahogy már korábban is említettem, adott évjárattól függően akár 10 napos fordulók betartására is lehetőség van, azonban az évenkénti kezelések száma nem haladhatja meg a 4 alkalmat, és nagyon fontos megjegyeznünk azt is, hogy egy blokkban egyszerre csak 3 kezelés alkalmazható, a blokk előtt, illetve a blokk után más hatásmechanizmusú készítmény hatására van szükség. Fontos itt ezért megjegyezni, mint hogy korábban is szó volt, hogy gátoljuk a rezisztencia kialakulását, hogy ez a tökéletes és nagyon jól működő új hatóanyag még nagyon sokáig tudjon a gazdák rendelkezésére állni. Magának a terméknek a dózisa hektáronként 4 deciliter, melyet 300-600 liter permetlé kiuttatásával javasolunk a minél jobb fedettség érdekében. És ahogy korábban is említettem, egy burgonyavész elleni védekezési hatékonyság új szintjéről kell beszélnünk az Endávia esetében. Az alábbi ábrán ismételten kitűnően látható az, hogy az Endáviával kezelt burgonya növény állományban a levél felület gyakorlatilag teljes mértékben egészséges maradt, összehasonlítva más összetételű hatóanyagokkal szemben. Fontos megjegyezni azt is, mint ahogy korábban szó volt róla, a termék esőállósága kitűnő, ezáltal a permetezés után nem kell tartanunk a lezuduló csapadéktól, illetve az öntözésnek az eltolásától. A termék kitűnő preventív hatással rendelkezik, mindemellett jó a kuratív hatása is. Ahogy korábban említettük, a konkurens termékekhez képest antisporulás hatása van, illetve a burgonyavész elleni hatása a többi termékkel szemben kimagasló, maga a termék pedig szisztémikus és transzlamináris aktivitással is rendelkezik. Nagyon szépen köszönjük Boldizsár Zoltán összefoglalóját, melyben ismertette az Endávia, az Orvec Endávia hatékonyságát a burgonyavész ellen. Ahogy az előzőekből megismerhettük, a Zorvec Zelavin hatóanyagnak köszönhetően az O-micétes kórokozók, így a szőlőperonoszpóra, vagy a burgonyavész ellen rendkívül jó hatékonysággal, új termékekkel, tehát az Orvec Zelavin Bria a szőlőben, a burgonyában pedig az Orvec Endávia megjelenésével újul meg a portfóliónk. De a Corteva AgriScience kutatás-fejlesztési munkája egy másik szercsoport területén is jelentős sikereket ért el, így a rovarölőszereknél is. Így van, és hát még visszatérve egy kicsit a gombaölőszerekre, ugye látható az, hogy 2 deciliter per hektár, vagy 0,4 liter per hektáros dózisokról beszélünk, tehát a Corteva fenntarthatósági törekvéseinél az, hogy minél alacsonyabb dózisú termékünk legyen, és minél kevesebb csomagolást kelljen felhasználni ezekhez a termékekhez, ez is megvalósul, ami fontos. A rezisztencia törés az megint egy nagyon fontos lépés. És hát ugye a mostani időszakban az Európai Uniós szerkivonásoknál azt láthattuk, hogy a rovarölőszerek tekintetében elég nagy vágás volt, és elég sok olyan termék kikerült a piacról, ami nagyon fontos és jó termék volt a területén, a saját területén. Ugye itt a Corteva egy olyan előrehaladásban dolgozik, amire azt tudjuk mondani, hogy kevés olyan cég van, aki most ebben a szegmensben, tehát a rovarölőszerek tekintetében új hatóanyagot hoz, új hatásmechanizmusú hatóanyagot ráadásul, és ezek a hatóanyagok még a rezisztencia törés szempontjából is egy
plusz lehetőséget biztosítanak. Ugye újként bekerül a piacra a Delegate és a Closer, ami pedig a lézer duplót illeti. Ugye itt megint csak a fenntarthatóság miatt ugye léptünk egy olyan újabb lehetőséget, hogy töményebbé tettük ezt a terméket, tehát kevesebb csomagolóanyag kell ugyanarra a területre. Plusz ugye a lézer dupló például ugye biológiai termesztési rendszerekben is használható, tehát nem csak olyan termékkel vagyunk piacon, ami kémiai növényvédelem szempontjából egy fontos lépés, hanem a biotermesztőknek is tudunk megoldást biztosítani ezzel, de ezekről a részletekről akkor majd a kollégák beszélnek. Így van, nagyon szépen köszönöm. Tehát a rovarölőszer portfóliónk is megújul, így megújul a lézer készítményünk lézer dupló formájában, melynek ismertetésére felkérem Perényi Józsefet, cégünk növényvédőszer fejlesztési menedzserét. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a résztvevőket. A kertészeti növények termesztése során egységi területen elállított érték számottevően nagyobb értéket képvisel, mint ugyanazon egységi területen elállított érték a szántóföldi növények esetében. Ezen értékek védelme a termesztés sikerességének vonatkozásában nagyon fontos. A kertészeti növénykultúrák esetében a teljes vegetáció időszak alatt rovarkártevők próbálják ezeket az értékeket csökkenteni. Ezek közül talán legfontosabbak a molykártevők, amelynek két csoportját különböztetjük meg. Egyik csoportjuk a lombkártevők, a másik csoportjuk a terméskártevők. A lombkártevőkre például az aknázomolyok és a sodromolyok, amelyek tulajdonképpen a levél felületét károsítanak, vagy a levél belsejében károsítanak, ezáltal csökkentik az asszimilációs felületet, termésveszteség predesztinálható károsításuk nyomán. Súlyos fertőzés esetén akár teljes lombvesztés is bekövetkezhet, és ezáltal teljes termésveszteség, valamint egyes fajaik pedig akár a termést is károsíthatják, mint például a ligeti sodrommoly. Terméskártevőkre példa az almamoly, a szőlőmoly és a gyapottok, bagolylepkék, hernyói, amelyek károsításuk révén egyrészt közvetlenül termésveszteséget okoznak, másrészt rágásuk nyomán esztétikai problémák lépnek fel, amely csökkentik a termés eladhatóságát, plusz másolagos kártételként ezeken a károsításuk nyomán a rágás nyomokon, vagy a rágásokon megtelepedhetnek másolagos kórokozó gombák, baktériumok, amelyek további növényvédelmi problémákat okozhatnak. Kertészeti kultúrákban az egyik legnehezebben írtható kártevők közé tartoznak a tripszek, amelyek közül a nyugati virágtripsz és a dohánytripsz okoz jelentős gazdasági kártételt Magyarországon is. Ezeknek akár 8-10 nemzedéke is lehet évente. Az ellenük való védekezés nehézsége abból adódik, hogy ezek nagyon apró kártevők, amelyeket szabad szemmel szinte alig tudunk észrevenni, amint rejtett életmódot folytatnak, akár a szár és a levélnyelek ízesülésénél találhatók meg, vagy a virágok és a csészelevelek takarásában. Közvetlen kártételük szívogatás nyomok formájában jelentkezik a levélen, a virágon és súlyosabb esetben a termésen is, ezáltal romlik a termék eladhatósága, piacossága, de még súlyosabb kártétel a vírus átvitel, ugyanis számos gazdaságilag fontos növény kórokozó vírust közvetítésében játszanak szerepet. Burgonyában károsít a burgonya a bogár, amely az egyik legjelentősebb kártevője a burgonyának. Fő kártevő alakja a lárva, de az érési táplálkozásukkal a leveleket rágják a burgonya-bogár imágók is, tehát ezek is kártételt okoznak. Évente 2 nemzedékük van, amelyek közül a második nemzedék okoz súlyosabb kártételt, ugyanis ez általában az intenzív növekedési időszakban jelentkezik. Ekkor hosszabbak a nappalok, magasabb a hőmérséklet, intenzívebb az életfolyamata a burgonya-bogárnak is, és súlyosabb kártételt tud okozni. A burgonyabogár imágók a levélfunákrára helyezzék csoportosan a tojásokat, az ezekből kikelő fiatal lárvák, apró lárvák eleinte a levél funáki részén hámozgatnak, juggatnak, majd későbbi fejlettebb lárvák pedig már karéjoznak, súlyos esetben tarrágást okoznak. A fent említett 3 kártevő csoport ellen
kiváló hatékonysággal működik a lézerdupló, aminek egy különleges hatóanyaga a spinozád van. Ennek az a különlegessége, hogy ez egy talajbaktérium által, fermentációja által előállított természetes eredetű hatóanyag, amit a Saccharospora pinosa baktérium állít elő. Ez a Saccharospora pinosa baktérium több mint kb. 20 természetes eredetű spinozint állít elő, és a spinozád a két legaktívabb spinozinnak, a spinozin A-nak és a spinozin D-nek a keverékéből áll, tulajdonképpen is ebből is azóik a neve a spinozád. Egyedi hatásmechanizmussal rendelkezik a készítmény, ugyanis két ponton avatkozik bele a normál ingerillet folyamataiba a rovaroknak, ezáltal tulajdonképpen az IPM programokban is használható, és kiváló rotációs partnerként is lehet alkalmazni, hatását érintés és táplálkozás útján is kifejti, valamint transzlaminális hatása is van a készítménynek, tehát a permetezett felületről bejut a belső levélszövetekbe, és az ott károsító rovarok ellen is kiválóan alkalmazható. Kiváló, megkíméli a hasznos élő szervezeteket is, ezáltal fölkerült a Biocontrol Hungáriának a jegyzékébe, a listájára, és ezáltal zöld termékként alkalmazható a készítmény, de nem csak biotermesztők számára ajánljuk. Széleskörűen felhasználható a készítmény, állókultúrákon keresztül gondolok itt az almára, a szőlőre, majdben szőlőmolyok ellen, almamoly ellen és a körtében körtelevéból ellen is alkalmazható, bogyós gyümölcsűekben, a foltosszárnyú muslica ellen is kiváló hatékonysággal rendelkezik, és az itt található fontos molykártevők ellen is eredményesen tudjuk használni. Szabadföldi körülmények között burgonyában, hagymában, burgonyabogár ellen, hagymában pedig dohánytrips ellen tudjuk eredményesen használni, majd hajtatott kultúrákban, nyugati virágtrips és gyapottok bagolylepke ellen is van engedélye a készítménynek. Javasolt növényvédelmi technológia az almás termésűekben, a dózis a készítmények almás termésűekben 0,25 liter per hektár, a permetezés időzítését gyümölcskártevők esetén tojásrakás után lárvakelés előtre érdemes időzíteni, lombkártevők esetén pedig a tömeges lárvakelésre. A permetezési fordulót 7-10 napos időközökkel érdemes megtenni, akkor érdemes rövidebb permetezési fordulót választani, ha esős időszak van, akkor ugye az alma viaszrétege csökken, ha intenzív hajtásnövekedési időszak van, vagy intenzív betelepedés, kedvező élelmezés egészségügyi várakozás ideje 7 nap. Ezen kártevők ellen kiváltképp fontos, hogy gyorsan működjön egy adott hatóanyag, ezt hivatott bemutatni ez a dia. Baloldali ábrán láthatunk egy novaromekedés szabályozó készítménnyel kezelt levelet, a jobb oldali képen pedig a lézerduplóval kezelt levél látható. Látható, hogy a baloldali képen sok ürülék, jelentős kártétel van, míg a lézerduplóval kezelt levél szinte teljesen épp, és nincs is ürülék. Erős fertőzési nyomás esetén is kiváló hatékonyságot tud biztosítani a lézerdupló. Egy kísérletből származó két almalevél hajtást, két alma hajtást vettünk, a jobb oldali képen látható lézer duplóval kezelt, a bal oldali képen pedig egy kezeletlen. Láthatjuk, hogy ilyen fertőzési nyomás ellen esetén is kiváló hatékonyságot biztosított a lézer dupló. Burgonyában nagyon alacsony dózisa van a készítménynek, 75 ml per hektár, a permetezés időzítését a fiatal lárvák tömeges megjelenésére érdemes időzíteni, nedvesítőszer hozzáadása pedig javasolt a készítmény esetében, főleg az intenzív növekedési időszakban, amivel tudjuk javítani a készítmény tartalomhatását és hatékonyságát. Permetezések maximális száma egy vegetációs időszakban, burgonyában 3. A nehezen írtható tripszek ellen hajtatásban a dózis a 200%-os oldat, szabadföldön pedig kultúrától függően 0,15 és 0,2 liter per hektár. A tripszek ellen az időzítést a előrejelzésre alapozva, a kék vagy sárga ragaslapos megfigyelés alapozva a betelepedés kezdetére érdemes időzíteni. Permetezési fordulót pedig nyugati virágtripsz esetében 5-7 naponként, dohánytripsz esetében pedig 7 naponként érdemes megtenni. Abban az esetben érdemes rövidebb permetezési fordulót választani, ha az üvegházban a hőmérséklet 25 Celsius fok fölött van, amennyiben ez 25 Celsius fok alatt van, akkor a 7 napos permetezési forduló is elegendő. Miért
Ajánlja önök figyelmébe cégünk a Lézer Duplót, mivel egyedi hatásmechanizmussal rendelkezik, ezáltal IPM programokban is bátran lehet használni a készítményt, és kiváló rotációs partnerként is. Széles hatásspektrummal rendelkezik, mert ahogy említettem, állókultúrákon keresztül, hajtatott zöldségféléken, szabadföldi zöldségféléken keresztül, bolyos gyümölcsökben is lehet használni. Kiváló környezeti profiljának köszönhetően akár biotermesztésben is felhasználható, ami kíméletes a hasznos élő szervezetekre, mint például a katicabogarak, amelyekkel elősegíti a természetes biológiai védekezést. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Perényi József előadását, hogy megismerhettük, a Lézer Dupló egy olyan természetes eredetű hatóanyagot tartalmazó készítmény, amelyet 15 különböző növénykultúrában alkalmazhatunk, nagyon széles körben használható a burgonyabogár, a hernyókártevők vagy a tripszek elleni védelemre. De van egy új hatóanyagunk, egy új készítményünk, amely különösen az alma termésűek moly kártevői ellen hatékony. Ez a delegét, melynek ismertetésére szeretném felkérni Szabados István területi képviselőnket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Minden nap egy alma az orvos távol tartja, szól a közismert mondás, és mennyire igaz, hiszen amellett, hogy az alma termés egy rendkívül finom gyümölcs, rendkívül jótékony hatással is van az emberi szervezetre. Az egyik legnagyobb területen termesztett gyümölcskultúránk egyéb iránt rengeteg növényvédelmi problémával néz szembe a tenyész ideje során. Az egyik, talán és legfontosabb növényvédelmi probléma a kártevők, azon belül is a rovar kártevők elleni védelem. Cégünk, a Corteva AgriScience 2021-ben egy új hatásmechanizmusú, új hatóanyagot tartalmazó rovarölőszer készítményt hoz a magyar piacra, aminek a neve Delegate 250 VG. Ez a készítmény engedélyt kapott almatermésűekben, moly kártevők ellen, és az egyik legnehezebben írtható körte rovar ellenség, a körte levélbolha ellen is nagy hatékonysággal felhasználható. Mi is a spinetorám? A spinetorám az a legújabb tagja a spinozin családnak. A spinozin családban találjuk a már bemutatott és jól ismert Lézer Dupló nevű készítményünket, ugye a spinozát hatóanyaggal. Ez az IREC 5-ös fő csoportba tartozik, és most ebbe a családba érkezett meg a spinetorám hatóanyagú Delegate 250 VG névre keresztelt rovarölőszerünk. A spinetorám egy továbbfejlesztett hatóanyag, amely a természetes úton előállított spinozin molekulák egy apró kémiai módosításával eredményként kapjuk a spinozin J és a spinozin L spinozinokat, és gyakorlatilag megalkotásra kerül a spinetorán. Miért jó ez? Miért jobb ez? Ugye egy jobb aktivitást tapasztalhatunk a módosítás hatására, és egy erősebb fotostabilitás is jellemzi a hatóanyagot, a molekulát. Speciális hatásmechanizmussal bír a készítmény, beavatkozik a normál ingerület kiváltási folyamatokba. Ugye két hatáshelyen hat a hatóanyag, ez egy úgynevezett duális hatás, ezzel a hatással tulajdonképpen a rezisztencia kialakulásának esélye rendkívül csekély. Kapcsolódik az idegsejthez, és azt aktiválja, tulajdonképpen mesterséges úton az idegsejtet bekapcsolva tartja, ezáltal a kezelt kártevő egy folyamatos ingerületben van, és ez az ingerület átadás ez nem képes lekapcsolni, ezáltal ugye egy folyamatos izomműködés révén, egy végső kimerülésben, egy paralízisben, rövid úton, nagyon rövid úton a rovar rövid időn belül el fog pusztulni. És hogy mennyire gyors ez a hatáskifejtés, összehasonlítva az ágazatban felhasznált hatóanyag hatásgyorsaságával, gyakorlatilag ez egy rendkívül gyors hatás, a tünetek percek alatt jelentkeznek, a rovar pusztulása órákon belül meg fog történni, és mindannyian tudjuk, hogy ugye ez a gyümölcsállítás szempontjából nagyon, nagyon sikeres és nagyon fontos, hiszen nem jelenik meg a kártétel, és így sokkal piacosabb, sokkal eladhatóbbá válik a kezelt gyümölcsünk. Rendkívül előnyös biológiai tulajdonságokkal rendelkezik a Delegate 250 VG, egy jobb biológiai aktivitást, hosszabb tartamhatást, és ezáltal egy biztosabb, egy hosszabb UV-stabilitást is biztosít a módosítás a készítményünknek. Rendkívül széles a hatásspektruma, lepkék, tripszek, bogarak és kétszárnyúak ellen is nagy hatékonysággal bevethető.
ugye a normál mezőgazdasági gyakorlat alapelveit betartva egy nagyon kedvező környezeti profilt tapasztalunk a készítmény használatánál. Gyakorlatilag ezáltal egy új és hatékony eszköze lehet az IPM technológiáknak. A készítmény lokálszisztémikus hatású, és ezen belül egy nagyon markáns transzlaminális hatást is biztosít. Miért fontos ez nekünk? Ugye adott esetben a kezelés megtörténik, a levélfelületre jut a hatóanyag, ez gyakorlatilag szinte azonnal bedifundálódik a kezelt növény szövetei közé, és egészen a levélfonákig el fog jutni a hatóanyag. Ezzel gyakorlatilag azokat a kártevőket tudjuk elérni, amelyek rejtetten a növény szöveteiben fejtik ki a károsításukat. Tulajdonképpen a delegéttel meg tudjuk határozni a védelmet a kezeletlen felületen is. Tehát erre ez egy nagyon fontos tulajdonsága az új készítményünknek. Néhány technikai adat a készítménnyel kapcsolatban. Koncentrációját tekintve ez egy magas koncentrációjú 250 g aktív hatóanyagot tartalmaz kilónként. A készítmény dózisát tekintve mindkét engedélyezett kultúrában, az almában és a körtében is 300 g per hektáros dózis mellett kijuttatható. Formulációja egy vízben diszpergálható granulátumforma, egyes forgalmi kategóriás, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy rendkívül kedvező 7 napos élelmezés egészségügyi várakozási idő társul a készítményhez. Ezáltal gyakorlatilag a hosszú meleg nyárokon, őszökön az almamoly egy csonka nemzedéke ellen is hatékonyan be tudunk avatkozni a delegét végével. Keverhetőség tekintetében ugye gombaölőszerekkel, lomtrágyákkal a delegét jól keverhető. Minden esetben el kell, hogy mondjuk, hogy a keverési próba elvégzése ezeknél a gombaölőszereknél, lomtrágyáknál minden esetben javasolt. Molykártevők elleni technológiai javaslatunk. Az időzítés, ugye az alma fenológiáját tekintve mindenképpen sziromhullás után kell kijuttassuk a készítményt. Gyümölcskártevőknél ez az időszak a tojásrakás után és a lávakelés előtt kell ideális esetben, hogy megtörténjen, hisz a tojásból kikelő lárva kártevők azonnal táplálkozni kezdenek, és ezáltal ugye a hatóanyag a tápcsatornába kerülve rendkívül gyorsan ki tudja fejteni a rovarölő hatását. Lombkártevőknél a tömeges lárvakelés idejére kell, hogy időzítsük a kezelést, itt pedig a készítmény transzlamináris hatását tudjuk 100%-ban kihasználni. Ahogy már említettem, záró kezelésre is alkalmas a készítmény, és egy nagyon fontos információ, technológiai információ, nedvesítőszer hozzáadásával a készítménynek a hatékonysága nagymértékben növelhető, erre a célra cégünk a Vivolt márkanéven kapható nedvesítőszerünket javasoljuk. Körtelevélbolha ellen a technológiai javaslatunk a következő: virágzást követően a kártevő második nemzedéke ellen kell, hogy időzítsük a készítmény kijuttatását. A leghatékonyabb tulajdonképpen az N1-N2-es lárvastádiumú nimfák ellen lesz hatékony. A leghatékonyabb a delegét, és itt is igaz, hogy megfelelő nedvesítőszer hozzáadásával a hatékonyság nagymértékben növelhető. Ez pedig továbbra is a cégünk továbbra is a Vivoltot javasolja erre a célra. Egy rendkívül markáns és látványos hatást biztosít a körte egyik legáldázabb terméslimitáló rovarkártevője, a körtelevélbolha ellen. Mutatom a képet. Ugye a standard kezelés hatására gyakorlatilag sajnos jól látható, hogy 7 nappal a kezelést követően megjelennek ugye a mészharmad cseppek, ez ugye feltételezi a kártevő jelenlétét, és sajnos nem nyújtott elegendő tartom hatást a fennálló körtelevélbolha fertőzés ellen. Ezzel szemben a delegétes kezelés 7 nap a kezelés után is egy teljesen tiszta levélfonák felületet mutat, gyakorlatilag tökéletes hatékonysággal dolgozott a körtelevélbolha kártétele ellen a készítményünk. Alma technológiai javaslatunk, ugye a már említett és jól ismert lézerdupló továbbra is forgalomban van és kapható a kereskedőinknél, tessenek keresni.
A két gombaölő, jól ismert gombaölőszerünk, a Sistan és a Fontelis szintén az Alma technológiánk részét képezi 2021-ben is. A Fontelisnél talán érdemes megemlíteni, hogy lisztharmat és varasodás ellen is 0,75 literes dózisban is hasonló hatékonysággal működik a két említett kortani probléma ellen, és ebbe a csapatba érkezett meg 2021-től a Delegate VG, ami gyakorlatilag egészen szíromhullástól a BBCH 89-es állapotig kijuttatható rugalmasan a moly kártevők ellen. Összefoglalva, hogy miért is javasoljuk önöknek a legújabb készítményünket, a Delegate-et, ugye ez egy új hatóanyag az almatermésűek rovarkártevői ellen, gyakorlatilag a legújabb spinozin hatóanyag, érintő és gyomormérekként is igen hatékony. Hatékony a lepkefajok lárvái és az egyik nehezen írtható körte kártevő, a körtelevélbolha ellen is. És nagyon-nagyon fontos, hogy rezisztencia törő készítmény. Én biztatok minden kertész kollégát, hogy tessenek használni, hiszen ezzel a rezisztencia törő készítménnyel jelenlegi technológiájukat hosszú-hosszú időn keresztül képesek lesznek továbbra is megőrizni. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Szabados István területi képviselőink ismertetőjét a Delegate készítményünkről, amely nem csak az alma termésűek moly kártevői, hanem egy olyan nehezen írtható kártevő ellen, mint a körtelevélbolha is nagyon hatékonyan alkalmazható. Kutatásfejlesztési munkánk, sok éves kutatásfejlesztési munkánk gyümölcsei érnek be, és új termékekkel jelentkezhetünk. Van még egy újdonságunk erre az évre, egy igazi áttörés a levéltetvek elleni védelemben, melynek ismertetésére felkérem ismét Perényi Józsefet, cégünk növényvédőszer fejlesztési vezetőjét. A kertészeti növények termesztésének egyre szigorodó feltételei és a hatékonyan alkalmazható rovarszerek számának csökkenése új kihívások elé állítja a gazdálkodókat, amelyeket csak új, modern termesztés technológiákkal tudunk megoldani. Ezen termesztés technológiák, új termesztés technológiáknak a szerves részét képezik már napjainkban hasznos élőszervezetek használata, valamint a rezisztencia kialakulásának veszélyt csökkentő eljárások beépítése ezen technológiába. A Corteva AgriScience nagy figyelmet fordít arra, hogy az új hatóanyagai esetében ezek a kritériumok fennálljanak. A Closer nevű hatóanyagunk egy új hatóanyag, amely megfelel a fent említett kritériumoknak, és tulajdonképpen, ahogy már István is említette, egy áttörést jelent a levéltetvek elleni védelemben. Closer hatóanyaga egy teljesen új hatóanyag, amelyet izoklasztnak nevezünk. Ez a Corteva AgriScience által felfedezett és levédett új hatóanyag, amely egy teljesen új kémiai csoportba tartozik, amelyet szulfoximineknek nevezünk. A világ több részén ezt a hatóanyagot már regisztrálták, engedélyeztették, és hatékony tulajdonképpen a gazdaságilag legfontosabb szívó kártevők ellen, úgyis, mint például a levéltetvek. Egyedi hatásmechanizmusa van a Closernek, amelyet a nemzetközi szervezet, amely a hatóanyagok besorolásával foglalkozik, az is elismert, ugyanis a négyes főcsoporton belül egy új alcsoportba sorolta az Isoclast nevű hatóanyagunkat, amely a 4C alcsoportba tartozik, és ennek egyedüli tagja. Miért is tette ezt ez a nemzetközi szervezet? Azért, mert ennek a hatóanyagnak eltérő kémiai szerkezete van ugyanebben a főcsoportba tartozó hatóanyagokhoz képest. Ezáltal egy komplex és egyedi módon kapcsolódik a kötődési helyre, és ezáltal a rovarok szervezetében a növényvédőszer hatóanyag lebomlását célzó lebomlási folyamatokra ez a hatóanyag nem érzékeny. Szántóföldi körülmények, szabadföldi körülmények között is végeztünk azzal kapcsolatban vizsgálatokat, hogy például rezisztens levéltető populációk ellen milyen hatékonysággal tudjuk használni a Closert. Cégünk kísérleteiben tesztelt piretroid rezisztens, neonikotinoid rezisztens és organofoszfát rezisztens levéltető populációk elleni hatékonyságot is a Closer esetében, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy ezen rezisztens populációk ellen is a Closer kiváló hatékonysággal működött. A termék
kiváló taglózó hatással rendelkezik, amely néhány órán belül bekövetkezik. Hogyan valósul ez tulajdonképpen meg? Kétféle módon valósulhat ez meg, vagy a levél felületen már megtalálható, vagy a növényi részen már megtalálható betelepedett rovarok közvetlenül találkoznak a permetlén keresztül az izoklasttal, vagy a lepermetezett levélfelületre később betelepedő rovarfajok kontaktmódon találkoznak a készítménye, és ebben az esetben is néhány órán belül bekövetkezik a rovarok pusztulása. Hosszú tartamhatással is rendelkezik a készítmény, amelyet három fő tulajdonságának köszönhet. Az egyik a transzlamináris hatása a készítménynek, amely a permetezett felületről átjut a növényi szöveteken keresztül a funáki oldalra is. Ennek akkor van jelentősége, ugye, amikor a levéltetvekre általában jellemző az, hogy a levél funáki részén szeretnek károsítani, és ezzel a transzlamináris hatásával a készítmény eléri ezeken a helyeken károsító rovarokat is, és kiválóan működik ellenük. A másik fontos tulajdonság a készítménynek a kiemelkedő UV stabilitása. Ez is jelenti, tulajdonképpen ez is közrejátszik abban, hogy a terméknek nagyon hosszú tartamhatása van. A harmadik tulajdonság pedig a szisztémikus hatás. Szisztémikus hatás mit is jelent ebben az esetben? Tulajdonképpen a xilém szállító szövetekben csúcsirányban szállítódik a készítmény, vagy a hatóanyag, és ezáltal megjelenik az új növekményben. Ez is nagyon fontos a levéltetvek elleni védekezés esetében, és a levéltetvek az intenzív növekedési időszakban szeretik leginkább megjelenni a növényállományokban, és ezekben a növényi részekben, fiatal növényi részekben nagyon intenzív lefkeringés, és a levéltetvek imádják ezt. Ha a készítményt kiuttatjuk a kertészeti kultúrákban, akkor az intenzív növekedési időszakban az új növekménybe is eljut, és ezáltal tisztán tudjuk, egészségesen tudjuk tartani az állományunkat, amelynek tartamhatása 14 nap, optimális körülmények között pedig akár 21 nap is lehet. A készítmény dózis a 2 deciliter per hektár, tehát egy alacsony dózis kell alkalmaznunk a levéltetvek esetében, amelyet időzítenünk kell a levéltetvek esetében is. A levéltetvek az első egyedek megjelenésére érdemes időzíteni a kezelést, de még mielőtt az első levéltetű telepek kialakulnak. Miért van erre szükség? A levéltetveknek ugye közvetlen és közvetett kártétele is van. A közvetlen kártétele a szivogatás nyomok, amelyek nyomán a hajtások csavarodnak, deformálódnak, ezáltal rontják, ha a termésen következik ez be, akkor a termék eladhatóságát, piacosságát. De ennél is fontosabb kártételük, hogy ők is vírusvektorok. Ezek számos gazdaságilag jelentős növénykórokozó vírust közvetítenek, és ha ezt a kezdeti időszakban nem tartjuk teljes kontroll alatt, akkor ezek a vírusok okozzák majd a kertészeti kultúrákban a súlyosabb gondokat, és nagyon jól tudjuk, hogy a vírusok ellen közvetlen védekezési eljárás jelenleg nem létezik. Az egyetlen hatékony megoldás, ha ezek kártevők ellen, kórokozók ellen, az őket közvetítő kártevők, vírusvektorok ellen védekezünk. Abban az esetben, hogyha viaszréteggel rendelkező kertészeti kultúrát termesztünk, akkor nedvesítőszer hozzáadását javasoljuk, ez ebben az esetben a vivolt. Erre azért van szükség, hogy a viasz levelekről szeret lecsorogni a permetlé, viszont ebben az esetben ez fokozza a tapadását a készítmények, és ezáltal növelhetjük a taglózó hatását is. Széles körű felhasználhatóság van a készítményeknek kertészeti kultúrákban, szabadföldön, fejeskáposztában, kínai kertben, bimbós kertben, de akár burgonyában és levélzöldségekben is felhasználható. Egy vegetációs periódusban egy alkalommal juttatható ki, és kedvező élelmezés-egészségügyi várakozási idővel rendelkezik a készítmény, amely 7 nap. Ennél is szélesebb felhasználhatósági köre van az üvegházi termesztés esetében. Láthatják a dián, akár a paradicsomon keresztül, az uborkán át, a sárga dinnyéig felhasználható, de akár dísznövénytermesztésben is. Egy vegetációs periódusban 2 alkalommal használható fel a készítmény, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy nagyon kedvező élelmezés-egészségügyi várakozási időre, ami 1 nap, tehát a szedés előtt akár 1 nappal is tudunk kezelni a klózerrel. Miért ajánljuk mi az önök figyelmébe a klózert? Ez egyedi hatásmechanizmussal rendelkező készítmény. Ezen készítményünket is be tudjuk illeszteni az IPM technológiákba, ezáltal
tulajdonképpen kiváló rotációs partnerként is tud működni ezekben a kultúrákban. Rezisztencia menedzsment egyik eszköze, mivel egyedi hatásmechanizmussal rendelkezik. Gyors hatás kifejtéssel is rendelkezik a készítmény, és ahogy említettem már, ennek nagy jelentősége van a levéltetvek elleni védekezésében. Kiváló esőállósága rendelkezik a készítmény, tehát a permetezés után pár néhány órával nincs az esőnek hatása a closer hatékonyságára. Hosszú tartam hatással rendelkezik a készítmény, amelyet ugye szisztémikus műholtának, transzlaminális tulajdonságának és rendkívül kedvező UV stabilitásának köszönhet, ezáltal 14, de optimális körülmények között akár 21 napig is egészségesen tudjuk tartani az állományunkat, és a később betelepedő, hosszan elhúzódó rajzás esetén is megfelelő megoldást jelent a levéltetvek ellen. Kíméletes a hasznos élőszervezetekre, például a katicabogarakat sem bántja, ezáltal elősegít a természetes biológiai védekezést, például a levéltetvek esetében is, és kettes forgalmazási kategóriájával egy zöld könyvvel megvásárolható a készítmény. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Perényi József előadását. Mai a kertészeti növények védelmére fókuszáló konferenciánkon a legújabb készítményeinket mutattuk be. Megismerkedhettünk többek között a szőlő peronospora ellen hatékony Zorvex zelavimbria készítményünkkel, valamint a szintén ebbe a kórokozó csoportba tartozó burgonyavész ellen alkalmazható Zorvex endáviával. De a kutatás-fejlesztési munkák következtében egy újdonsággal, a rovarölőszerek tekintetében is több újdonsággal megjelentünk, így hallhattunk a széles körben használható lézerdupló termékünkről, a delegétről, illetőleg a closerről, amely szintén több mint 15 növény védelmében jelent áttörést a levéltetvek elleni védelemben. Konferenciánk egy online konferenciasorozat egyik eseménye, de volt már más rendezvényünk is. Mik voltak ezek? Igen, hát köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a kitartást. Természetesen ugye az előző két hétben négy másik ilyen konferenciánk volt, a Szántóföldi Kultúrák tematikus webkonferenciája. Ott is jó hírekkel tudtunk szolgálni mindenki részére, hiszen 3-4 új terméket tudtunk bemutatni az idei évi tavaszi szezonra. És hát itt a kertészeti kultúrákban mai napon szintén ugye 3-4 új termékről tudtunk beszámolni. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a Corteva 2021-es szezonjában olyan széles palettával bír, és olyan széles új termékkörrel bír a magyar gazdák számára rendelkezésre állni, ami azt hiszem, hogy egyedülálló. És bízom benne, hogy ez folytatódik. A kollégák, akik az előadásokat tartották, és a fejlesztési kísérleteinket készítik elő és végzik el, ígéretet tettek arra nekünk, hogy lesznek még termékek, tehát a következő időszakokban is, akár 22-ben, 23-ban új termékekkel tudunk majd magyarországi piacra jönni. Úgyhogy bízom benne, hogy ezek az új termékek alaptermékekké válnak a magyar gazdálkodásban, jó hatékonysággal és eredményes gazdálkodással hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mindenki profitábilis végezze a tevékenységét, és ebből adódóan a Corteva egyik alap értékét, az életminőség javítását is elő tudjuk segíteni, hiszen hogyha profitábilis a gazdálkodásunk, akkor a közérzetünk is jobb, tehát akkor az életminőségünk is jobb. Úgyhogy ezzel kívánok én mindenkinek eredményes 2021-es esztendőt. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az új készítményeink megvásárolhatóak ettől az évtől, használják a növények védelmére, hiszen új, modern és rendkívül hatékony termékeket vezetünk be ebben az évben a piacra. Én programunk végén szeretném elismerésemet és köszönetemet kifejezni előadóink részére, mind a külső helyszíneken, mind itt az irodában tartott előadásokért. Önöknek pedig megköszönjük, hogy regisztráltak rendezvényünkre, bejelentkeztek konferenciánkra, megtisztelték rendezvényünket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra! Köszönöm.